Folytatódnak az M49-es munkálatai, gyorsforgalmi útszakasz épül Mátészalkától az ország határig. Újabb fejlesztések a Nyírtávfőnél, 400 millió forintból több kilométer hosszúságban vezetékeket cserél a közműszolgáltató, valamint modernizál 3 hőközpontot is. Mezőgépészek versenyeztek, 12 iskola 24 mezőgazdasági gépész tanulója mérte össze tudását Baktan Jóránt házán. Gyorsforgalmi útszakasz épül Mátészalkától az ország határig. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az M49-es első szakaszát az Ököritó Fülpösig tartó több mint 25 kilométeres szakaszt 5 csomóponttal és 2 pihenőhelyjel építik majd meg. Ez az M3-as autópálya folytatása lesz, ami ha teljesen megépül, Szatmárnémeti közelében ér majd véget. 2017. szeptemberében jelentette be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, hogy megépül az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalkától az ország határig. Ennek első szakasza 25,67 km hosszan Mátészalkától Ököritó Fülpösig fog tartani. A szakasz folytatásához szükséges környezetvédelmi engedélyek és hatástanulmányok beszerzése folyamatban van. A teljes útszakasz az M3-as autópálya folytatásaként Romániában, Szatmárnémeti közelében ér majd véget. A Csengersimánál elhaladó 2x2 sávos fizikai elválasztású út nem csak a határon túli, jelentős mértékben magyarok lakta parciumi településeket, Nagy Károlyt és Nagybányát hozza majd közelebb, de Kelet-Magyarország gazdaságára is élénkítő hatással lesz. A beruházás első szakaszának kivitelezése során 20 méteres korona szélességű, 3,5 méter széles forgalmi sávokkal kialakított, közel 26 kilométeres szakaszt adnak majd át a térségnek. Azt gondolom, az autópályának kettő funkcióját kell kiemelni. Az egyik valóban a térség gazdasági szerepének növelése. Ez bőreség lenne azt gondolom, hogy Szatmárnémeti, bár Romániában ennek a térségnek gazdasági fellendülésében nem tud segíteni, illetve a Mátészalkaipari parkba betelepült vállalkozások meg is jó. De azt kell mondani, hogy van egy fontosabb, ami máskor második helyre szorul, ez pedig az emberek életminőségének és életbiztonságának a feltétele. Az autópálya, amit kiváltana a normál 49-es út, az gyakorlatilag lakott területeken belül, kanyargós településeken megyen. Ez nagyon-nagyon veszélyes. Tehát itt elsődleges feladat most az lenne, hogy minél gyorsabban építsünk autópályát, hogy az emberek biztonságosan közlekedhessenek. Kimerem jelenteni, hogy a 49-es főút ma Magyarország legforgalmasabb útja. Az én információm szerint több mint 12 ezer autó per 24 órán, ez egy autópálya forgalmának mennyisége. Én most a gazdasági fellendülését másodlagosnak tartanám, amellett, hogy természetesen folyamatosan Szatmárnémeti felé folytatni kell az építést. Az elsődleges az, hogy az emberek biztonsága ezeken a településeken elmúljon. A Mátészalkától Ököritó Fülpösig tartó gyorsforgalmi út megtervezésekor arra is figyeltek, hogy amennyiben igény és lehetőség van rá, a jövőben akár autópályává is lehessen alakítani ezt a szakaszt. Ezért a pályán 5 csomópontot alakítanak ki. A bekötő utak terveinek elkészítése is folyamatban van. Ez Őrnél 3 kilométernyi, Győrteleknél és Porcsalmánál pedig 4-4 kilométernyi, 2x1 sávos útszakaszt jelent. A teljes beruházás a 2016 nyarán meghirdetett 2500 milliárdos útépítő program része. 400 millió forintos KEHOP pályázati forrás nyert a Nyírtávhő. A közműszolgáltató ebből az összegből több kilométer hosszúságban vezetékeket cserél, valamint modernizál 3 hőközpontot. A szolgáltató a fogyasztók igényei szerint biztosítja a fűtést. Így a május 15-i dátum nem a hivatalos fűtési szezon végét, hanem a nyári munkálatok kezdetét jelenti. A Nyírtávhő több mint 15 ezer lakásban és 1000 közintézményben biztosítja a fűtést és a melegvízszolgáltatást. A nagyobb beruházásokat a fűtési szezon utáni, nyári hónapokban tudják megvalósítani. A város 1966-tól távfűtéses. Az elmúlt évtizedekben folyamatosak voltak a korszerűsítések. Az elmúlt 6-8 évben a vezetékhálózat közel 40%-át tudták lecserélni. Tavaly a Nyírtávhő egyik legnagyobb volumenű beruházása az Országzászló és a Kálvin téren történt. A vezetéki felújítások költsége mintegy 200 millió forint volt, valamint a hőközponti munkálatok kiadása több mint 100 millió forintba került. A Nyírtávhő ügyvezető igazgatója 35 perc című műsorunkban kiemelte, tárgyi eszközeik értéke több mint 6 milliárd forint, de a közmű maga is költséges. Két cső megy a földben, ezeket szigetelni kell víz ellen és hő ellen is.
Nyilván az év két értékcsökkenési leírásunkon kívül van más forrás is, és az idén szerencsésen egy KEHOP pályázat, egy energiahatékonysági operatív programra benyújtott 2017-ben benyújtott pályázat, ami az idén valósul meg. Erre már a napokban megtörtént az aláírás a szerződésnek, a támogatási szerződésnek. A pályázat önmagában az értékcsökkenésen felül, ami több mint 200 millió forint, még körülbelül 400 millió forint lesz, amiben vezeték rekonstrukció, illetve hőközpont fejlesztés lesz. Ez a projekt három nagy hőközpontot érint, ezeket szétszedik és modernizálják, helyettük 22 darab kisebb méretű lesz a lakóépületek alatt, valamint 3 kilométer vezetéket cserélnek ki. Ezek a fogyasztók 10%-át érinti majd, azaz mintegy 1500 lakást. Sok kevésbé látványos, de fontos fejlesztés is zajlik a Nyírtávfőnél, ilyen például a fűtőberendezésekkel, szivattyúkkal, programozható termosztátokkal kapcsolatos munkálatok. A hivatalos fűtési szezon május 15-éig tart. A szolgáltató azonban nem naptári dátum szerint, hanem a fogyasztók igényei szerint fűt, tette hozzá Jó László. Ez a május 15 azt jelenti, hogy addig nem kezdünk hozzá nagyobb valamennyi munkálatoknak, szemszedjük szét a hőközpontjainkat, hiszen nagy esély van arra, hogy fűteni kell. De például volt olyan néhány év, amikor április elején már nem fűtöttünk, tavaly egyébként pedig extrém dolog volt, mert május 18-án kapcsoltuk ki az utolsó lakóépületet, tehát úgy néz ki, hogy a tavasz az nem nincsen, már egyből nyár lesz, és valamikor kora ősszel már fűtünk, akkor már tél lesz, tehát így két évszakos lett az év. Minden beruházásnak nagy a tőkeigénye, ezért is fontosak a szolgáltató számára a pályázati lehetőségek. A Nyírtávhő folyamatosan törekszik az innovációra. Ennek egyik jó példája a központi okosmérés program, amelybe 2016 nyarán lépett be a szolgáltató. 12 iskola 24 mezőgépész tanulója mérte össze tudását Bakta Lóránt házán. A Vay Ádám gimnázium mezőgazdasági szakképző iskolában rendezték meg a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója országos döntőjét, amelyen a szóbeli forduló mellett szántásban, erőgépjavításban, rakodásban és fém megmunkálásban versenyeztek a diákok. A mezőgépész szakma nagy népszerűségnek örvend. Jelenleg óriási hiány van belőle a piacon, szinte valamennyi végzett mezőgépész azonnal el tud helyezkedni a szakmájában. Az erőgépet és a pótkocsit összekötő kábelek bekötését végzik a versenyzők a Bakta Lórántházi Vay Ádám gimnáziumban, ahol a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója országos döntőjét tartották. A diákoknak itt 120 perc állt rendelkezésükre a feladat megoldására, a kábelek bekötése mellett az üzemanyagellátó rendszer felülvizsgálatát és javítását, valamint az erőgépek napi karbantartását is el kellett végezniük. Mindezt pontozóbírók felügyelete mellett. Tekintettel arra, hogy ez egy igen komplex és összetett feladatsor, ami itt most történik, annál is inkább, mert 120 perc, vagyis 2 óra áll rendelkezésre, és ez nem kevés. Az értékelés 24 szempontot vesz figyelembe a versenyzők munkája során, és aszerint értékelünk. Ez a porlasztó már tökéletesen működik. Új Krisztián Csornáról érkezett. Ő a 2 óra helyett mindössze 70 perc alatt teljesítette ezt a feladatot. Igazából én már rutinos vagyok ebben, mert a suliban nagyon jól előgyakoroltuk, meg otthon is vannak ilyen gépek, és ugye már egy párszor átgyakoroltuk ezt az egész műveletet, meg ugye megadták versenyre, hogy üzemanyagellátó rendszer, és az egészet átgyakoroltuk igazából. Itt már rakodási feladatot látnak el a diákok. A döntőbe jutott 12 település 24 diákjának egy szóbeli fordulót követően 4 gyakorlati feladat során kellett számot adni a tudásáról. A 4 gyakorlati versenyfeladat közül az egyik egy szántás gyakorlati feladat, ami egy külső területen zajlik. Hát itt egy adott méretű parcellányi területet kell egységnyi idő alatt beszántaniuk, és itt pedig az iskola területén található tanműhelyekben van 3 másik gyakorlati feladat. Itt a mellettünk lévő területen van egy olyan emelőgéppel végzendő feladat, ahol szalmabálákat kell egy pótkocsira fölemelni, illetve leszedni. Van egy fémmegmunkálás gyakorlat, ahol egy tengelyt kell elkészíteniük adott időre. Itt reszelés, fúrás és mindenféle olyan dolog, ami a fémmegmunkálással kapcsolatos. És van egy gépbeállítás gyakorlat, ahol egy imitált hibát kell
elhárítaniuk. Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvend a mezőgazdasági gépész szakma. 5 év alatt duplájára nőtt a mezőgépésznek jelentkezők száma. Azonban míg évente mintegy 700 diák végez a szakiskolákban és a felsőoktatási intézményekben együttvéve a mezőgépész területen, addig ennek csak nem 10-szeresére, 4800 gépészre lenne szüksége a szakmának. Elsősorban a hosszú távú és biztos megélhetés miatt választja egyre több fiatal a szakmát. Hál' Istennek egyre több diák jön a mezőgépész szakmára, nincsenek beiskolázási gondjai egyetlen iskolának sem ezzel a szakmával kapcsolatosan. Hiány szakma, tehát továbbra is, hát jöhetnének még, tudnánk még fölvenni diákokat. A lényege a történetnek az, hogy szinte egyetlen egy diák sem marad munkanélkül, tehát mindegyiket elkapkodják a munkaerőpiacon, egy keresett szakma az övék, mert nem csak a mezőgazdaság agrárium területén, de más egyéb gépészeti területeken is szívesen alkalmazzák őket. A szakterületen tapasztalható munkaerőhiány megoldása érdekében a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége a Földművelésügyi Minisztériummal karöltve 3 évvel ezelőtt elindította a Legyél te is mezőgépész programot. A mezőgépész képzés támogató program eddig sikeres, 2017 őszén minden korábbi rekordot megdöntve 2700 mezőgépész diák kezdte meg tanulmányait. A program egyik fő elleme, hogy a diákok duális képzés keretében az ország több mint 30 szakiskolájában nem csak elméleti tudást szereznek, hanem a programhoz csatlakozó vállalatoknál akár 1-2 év gyakorlati időt is eltöltenek. A mezőgépész szakma munkaerőpiaci lehetőségeit pedig mi sem mutatja jobban, mint például az, hogy a Bakta Lórendházi Vai Ádám gimnázium valamennyi mezőgépész tanulója az iskola elvégzését követően azonnal el tudott helyezkedni. Két kiállítás is nyílt a József András Múzeumban. A múzeum látogatók Tőkei Péter festőművész emlékkiállítását tekinthetik meg mától a Nyíregyház intézményben. Emellett Múltunkról a jövőnek címmel a 150 éves József András Múzeum gyűjteményeiből nyílt kamarakiállítás, amelyen május 20-áig a múzeum tárgyaiból, leleteiből, emlékeiből összeállított válogatást látható. Újabb állomásához érkezett a József András Múzeum 150 éves évfordulója alkalmából szervezett kiállítás sorozat. A Múltunkról a jövőnek sorozat e havi szakaszában 4 tárgy tekinthető meg, egy 3000 éves tál, egy mángorló, egy ezüst kazetta és egy fotóalbum. A régészeti tárgy, ez egyik kedves tárgya a múzeum gyűjteményének, orvosról került elő. Ez a késő bronzkor, úgynevezett gáva kultúrának a része, vagy a edénye. Valószínű, vagy étel, vagy gyümölcs tálalására szolgált, hiszen nagyon szépen simított a belseje, és ilyen karélyos díszítésű a pereme. A néprajzi tárgy későbbi, 1870-ből való, és azt is tudjuk, hogy Balsán használták, és egy hölgynek adták. Ugye a mángorló az azért érdekes tárgy, ugye, mert ezzel simították, tulajdonképpen egy vasalószerűség, ezzel simították tisztára a tárgyakat, de egyben ilyen szerelmi ajándék is lehetett, hiszen egy szerelmes fiú, egy férj adhatta kedvesének, feleségének, jegyesének ajándékba. De nem csak ezt a tárlatot tekintheti meg a közönség. Tőkei Péter festőművész alkotásaiból is kiállítás nyílt. A 2 éve elhunyt művész élete során több technikában is kipróbálta magát, a csendéleteken keresztül a tájképekig. Most a geometrikus absztrakt képei láthatók a múzeum folyosóján. A klasszikus ábrázolásnak az útján indult, főiskolát végzett, rajztanári diplomája volt, tehát találkozhatunk csendéletekkel, életképpel, tájképpel a kezdetekbe. Nem olyan sokáig foglalkozott ezen, mert aztán elkerült a tagsága révén különféle szakmai művésztelepekre, ahol különféle technikákkal, módszerekkel, de legfőképpen egy másfajta szemlélettel találkozott, mint amiben ő élt. Ezek közül azért kiemelném a szitanyomatot, amivel azt hiszem, hogy ott találkozott először, elmélyült benne, és majd miután hazajött, akkor ezt tovább művelte és fejlesztette. A kiállításokat egy hónapig lehet megtekinteni a múzeumban. Győzelem utáni öröm, vereség utáni bánat, harc a labdáért, sérülés utáni fájdalom. Pillanatképek, amelyeket Pusztai Sándor optikája örökített meg a Nyíregyháza Blue Sharks és a Fátum Nyíregyháza mérkőzésein. A fotókból Sportos pillanatok címmel nyílt ma tárlat, amelyet egy hónapon keresztül tekinthetnek meg az érdeklődők a Korzó Bevásárlóközpont 2. emeletén.
A Kelet-Magyarország fotó riportere Pusztai Sándor hosszú évek óta ott van a megye futballpályáin, sportcsarnokaiban, ahol igyekszik elkapni azokat a pillanatokat, amelyek legjobban visszaadják azt, ami a pályán történik. A pénteken megnyílt tárlat egy kosárlabda és egy röplabda csapat 2017-2018-as szezonbeli mérkőzésében nyújt bepillantást. Első körben 300 fotó került képbe, közülük végül 60 látható a tárlókon. A fényképezőgép az ténylegesen egy időgép. Azt a tized másodpercet állítja meg örökre, amikor a sportoló épp a csúcsponton van, amikor azt a pillanatot hajtja végre, ami a meccs szempontjából lehet, hogy éppen sorsdöntő. Tehát ebben ez a szépség. A sportmúltam az nem volt túl jelentős, mert bár általános iskolában én is röplabdáztam, feladó és liberó helyen próbált a tanítóbácsi bevetni, és amikor nagyon kétségbe volt esve, akkor álltam fel a cserepadról. De én nagyon tudom értékelni Zsozefinának a munkáját, aki feladóként például gyakran második érintésből átteszi a hálón a labdát. Tehát egy picit azért kell hozzáérteni, egy kicsit kell tudni olvasni a sportágat. Nagy segítség például a kosarasoknál, hogy évek óta ismerem a srácokat. Tehát tudom azt, hogyha Czura Attila betör a büntető területen belülre, akkor mit várhatok? Vagy hogy Fazekas Csabihoz, ha kerül a labda, nagyon résen kell lenni, mert akár a félvonalról is egy hármas belóbál, vagy Sitku Marcira is figyelni kell, mert ha egyedül tör kosára, bevágja a gyűrűbe, és akkor még valószínűleg egy hasizom gyakorlatot is hozzátesz, tehát nem három képnél, hanem öt képnél állunk le. Sitku Ernő, a kosarasok szakmai igazgatója elmondta, hogy kettős célja van a sportfotó kiállításnak. Remélnénk, hogy egy picit jobban be tudnak tekinteni azok az emberek, akik kevesebbet járnak ki a mérkőzéseinkre, és picit jobban látják az életünket. Ez az egyik, a másik pedig örülnék annak, hogyha a gyerekeknek egy picit motivációt jelentene, vagy úgy éreznék, hogy valamikor ők is szeretnék, hogyha ilyen képeken tudnának szerepelni. Ehhez természetesen az kell, hogy bekerüljenek a város legjobb csapataiba, és maguk tölthetik Nyíregyháza valamelyik csapatának a mezét. Bus Iván, a Kékcápák irányítója szerint érdekes, hogy olyan pillanatokkal is szembesülhetnek, amelyek a játék hevében esetleg feledésbe merülnek. Sokszor egyébként mulatságos képek is készültek, gondolok itt cingi maszkos képeire, de tényleg jó, hogy lehet látni, hogy mennyire megnehezítik, mert meggyötrik néha az életünket a védők, amit ugye bent érzünk, de más az, hogyha képformájában köszönt vissza, és nekem nagyon pozitív ez az egész kiállítás. A kiállítás egy hónapon keresztül látható a Korzó bevásárlóközpont második emeletén. Azt követően a megye több intézményébe is eljut a kiállítás, amely a Continental Arénában kap majd végleges helyet. Hazai sikerrel zárult a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjának rangadója. A mátészalkai MTK 34-23-ra verte a Kölcsei Déese együttesét, és fellépett a tabella harmadik helyére. A nyíregyházi csapat az ötödik helyen várja a folytatást. A két csapat az elmúlt években rendre szoros meccset vívott egymással, hol az egyik, hol a másik együttes javára billent a mérleg nyelve. A mostani rangadón a hazaiak a vártnál pici szerényebb őszi szereplésen szerettek volna kozmetikázni, a Kölcsei pedig folytatni akarta jó sorozatát. Ezúttal azonban elmaradt a nagy csata, a Mátészalka szünetben már 6 góllal vezetett, és végül 11 gólos sikert aratva ünnepelhette 10. győzelmét Vakas Krisztina együttese. A Mátészalka csapata egy nagyon komoly motivációval lépett pályára. Vakas Krisztina edző, játékos edző az együttesét úgy küldte a pályára, hogy itt más eredmény nem született, csak a győzelem az elfogadható. Általában az edzők így küldik a pályára, de azért tudjuk, mindig van egy hazai pályának, egy presztízs mérkőzésnek egy ilyen plusz energiával ellátott háttér gondolata is. Ezek a lányok itt most fölmentek, hogyha a statisztikát megnézzük, akkor azt láthatjuk a Mátészalka tekintetében, hogy aki pályára lépett mezőnyben, az mindenki lőtt gólt. Ez már egy komoly történet a motiváció szempontjából is. Persze voltak kiemelkedő teljesítmények, mint Márkus Peóniáé, aztán a Kisbrigié, a Deme Fannié, aki gólok tekintetében azért jobban hozzájárultak a győzelemhez, de én kiemelném Tók Vivient is, egy nagyon fiatal ifjú titánunkat, palkezes, akinek szerintem ez volt a legjobb mérkőzése, mióta itt Mátészalkán nálunk szerepel. Hadobás István, a Kölcsei Díjas edzője szerint ezúttal csak ennyire volt képes a sérülés, sportban nincsenek véletlenek. Természetesen mi nagyon szerettünk volna ennél sokkal jobb eredményt elérni, de az adott helyzetben nem sikerülhetett. Nagyon sok nehézséggel küzdünk, rengeteg sérültünk van. Van, aki éppen csak edzés nélkül visszatért és úgy játszott mérkőzés, többen is kéztörésből, csuklótörésből, kisújtörésből.
a legjobb védőjátékosunk pályára sem léphetett, Kelemen Grétának a válla rendszeresen kiugrik, Gyimesi Lollának keresztszallag szakadása van, és sorolhatnám még az egyéb meghüléses betegségeket, úgyhogy sajnos nagyon jó kezdtünk, de a végére nagyon elfogytunk, úgyhogy nem sikerülhetett jobban ez a mérkőzés. A tabella élén a Vitkeyes áll 24 ponttal, megelőzve a 22 pontos Hajdúböszörményt és a 21 pontos Máté Szalkát. A Kölcsey DS-e 20 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. A Kölcsey vasárnap az Ózdot fogadja, a Vitkeyes pedig Miskolcra látogat. A Máté Szalka szabadnapos lesz ebben a fordulóban. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Gyorsforgalmi útszakasz épül Máté Szalkától az országhatárig. Az M49-es első szakaszát az Ökörító-Fülpösig tartó több mint 25 kilométeres szakaszt 5 csomóponttal és 2 pihenőhelyjel építik majd fel. Ez az M3-as autópálya folytatása lesz, ami ha teljesen megépül, Szatmárnémeti közelében fog véget érni. 400 millió forintos Kehop pályázati forrás nyert a Nyírtávhő. A közmű szolgáltató ebből az összegből több kilométer hosszúságban vezetékeket cserél, valamint modernizál 3 hőközpontot. A szolgáltató a fogyasztók igényei szerint biztosítja a fűtést, így a május 15-i dátum nem a hivatalos fűtési szezon végét, hanem a nyári munkálatok kezdetét jelenti. 12 iskola 24 mezőgépész tanulója mérte összetudását Baktalúrántházán. A Vai Ádám gimnázium mezőgazdasági szakképzőiskolában rendezték meg a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója országos döntőjét, melyen a szóbeli forduló mellett szántásban, erőgépjavításban, rakodásban és fém megmunkálásban versenyeztek a diákok. A mezőgépész szakma nagy népszerűségnek örvend, jelenleg óriási hiány van belőle a piacon, szinte valamennyi végzett mezőgépész azonnal el tud helyezkedni a szakmájába. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 20-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra! Marad a napos, koranyárias idő. Anticiklon alakítja térségünk időjárását. Száraz, holnap estig a mainál néhány fokkal melegebb levegő áramlik felénk. Az éjjeli órákban derült lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti szél estétől mérséklődik, az éjszaka második felében legyengül. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos, száraz időre lehet számítani. A délnyugatira forduló szél akkor a délutáni órákban átmenetileg helyenként megélénkül. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Vasárnap a sok napsütés mellett gomoly felhők is megjelennek az égen, melyekből egy-egy zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A jövő hét elejétől változékonyabb időre van kilátás, a hét első felében gyengén és erősebben felhős periódusok váltakoznak, elszórtan zápor, hétfőn zivatar is kialakul. Csütörtökön markás hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely mögött több fokkal hidegebb levegő érkezik.